A kiesés ellen harcoló fővárosiakkal szemben egyértelmű esélyes volt a bajnoki címre hajtó házigazda. A nyíregyháziak érvényesítették is a papírformát, már a mérkőzés elején jelentős előnyre tettek szert, és végül 3290 fát ütve magabiztosan gyűjtötték be a győzelemért járó két pontot Finta Zoltánék. Rögtön az első párban azt lehet mondani, hogy Magyarorsi Péter, illetve a Hakker Dezső lerendezte a mérkőzés végkimenetelét azzal, hogy maga biztosan a Péter is megcsinálta a fontos csapatpontot, míg mellette a Hakker Dezső súrolta már a 600-as teljesítményt, és már ekkor azt lehet mondani, hogy tetemes előnyben volt a Nyíregyházi Tekeklub. A középső párban a Fehér Béla tovább növelte a hazaiak előnyét, míg nekem annyira nem sikerült, és 60 dobásnál a Szolyka Miklós bejött, gurított helyettem, de már itt is közel 200 fával vezettünk, és 3-1 arányba, úgyhogy az utolsó párban a Kastura Zsoltnak, illetve a Szilágyi Sándornak nyugodtan lehetett játszani. A Kastura Zsolt 4-0 arányban hozta a fontos csapatpontot, míg mellette a Szilágyi Sanyi 60 dobás után egy cserével a Ráski János is dobálásba lépett. Azt lehet mondani, hogy egy levezető edzés volt itt már a csapatnak, és magabiztosan, abszolút magabiztosan 6-2 arányú nyíregyházi siker született. A nyíregyháziak nem csak saját győzelmüknek örülhettek a 16. fordulóban. A mérkőzésünk után játszották Egerben az Eger-Szank mérkőzést. Úgy tudjuk, az Egerrel karöltve megyünk az első helyért most jelen pillanatban, és mivel ott élő közvetítés volt, így folyamatosan néztük a mérkőzés állását, és a végén csupán 20 fával, de kikapott az Eger csapata óriási meglepetésre a Szanktól, és ez számunkra abszolút egy 4 pontos hétvége volt, azt lehet mondani. Az NBA keleti csoportjának tabelláját a 24 pontos Nyíregyháza vezeti, a 22 pontos Eger és az egy meccsel kevesebbet játszó 21 pontos BKV előre előtt. Az NTK játékosai a hétvégén Kazincbarcikán a Sajó Bábony ellen lépnek dobóállásba.